után a katolikus egyház a trienti zsinatában magára talál, illetve láttuk, hogy micsoda ugye nagy szenteknek a sorozata, illetve micsoda missziós lendület jellemezte. Aztán ugye új rendek egész sorozata született, és ilyen módon sikerült nagy részét ugye azoknak, akiket a reformáció elszakított az egyháztól visszaterelni, illetve hát mondjuk Dél-Amerikában, nem utolsó sorban mondjuk a Guadalupe-i Mária jelenésnek, hát pont annyi ugye taggal bővült az egyház az indiánok közül, amennyit nagyjából a reformáció elszakított Európában. Tehát azért a Jóisten gondoskodott arról, hogy ez a hatalmas nagy csapás, amit az egyháznak jelentett a reformáció, hogy ez helyrehozassék. És ugyanez a helyzet Magyarországon is, azzal, hogy itt még ugye a helyzetet nehezítette a török hódoltság, illetve hát az országnak a szétszakítottsága. De hát nézzük akkor sorba, hogy az minek köszönhető, hogy amikor Pázmány Péter, ugye a katolikus megújulás legnagyobb alakja megszületett, hogy ő akkor egy szinte teljesen protestáns Magyarországon született, ő maga is protestáns szülőktől, és amikor meghalt, akkor nyugodtan mondhatná, hogy újra katolikus Magyarországon halt meg. Minek köszönhető ez? Hogyan történhetett ez a dolog? Hát először nézzük a reformáció kezdeteit Magyarországon. És ugye hát akármennyire is hangoztatják, hogy a protestantizmus az valamilyen módon magyar vallásnak tekintendő, mégis azért tény is való, hogy elsősorban a német lakosságnak köszönhetően terjedt el ugye a mi vidékünkön, az itteni német lakosságnak köszönhetően, akik ugye már hazafias és kulturális szempontból is kötődtek ugye Németországhoz, és hát onnan értesültek az ott zajló újdonságokról, a reformációról. A magyarság eleinte ettől az egésztől idegenkedett, mert valamiképpen a lutheri mozgalmak azonosította a német uralommal. Viszont sajnos az itteni egyházi állapotok sem voltak egyáltalán ideálisak, már a Mohácsi rész előtt sem, hiszen ugye a főpapság, mint tudjuk, nagyon elvilágiosodott volt, az egész középkorra jellemző, hogy a főpapoknak nagyon fontos politikai szerepe is volt, nagyon sok szempontból ugye részt kellett venniük az államigazgatásában is, és emiatt hát nem egyszer elhanyagolták a maguk papi, lelkipásztori feladatait, tehát mindenképpen egy rossz példát mutattak ezáltal. Ugye hát elég csak annyit zárójelbe megjegyezni, hogy ugye volt olyan főpap, ugye, aki majdnem pápa is lett, aki mondjuk szifiliszbe szenvedett, és azt tudjuk, hogy az nemi betegség tulajdonképpen, és azt javasolták neki orvosai, hogy hát néhány cselédlánnyal sűrűbben kéne együtt lenni, mert az együttlét az elveszi a fertőzést, tehát hogy még jó intenzívebbé tegye ezt a fajta életmódját, ugye? Hát el tudjuk képzelni, ugye, hogy most mennyi eljutott az imának, a komoly aszkézisnak, a lelki életnek egy ilyen fajta hozzáállás mellett. Na most ezen kívül még betört, ugye, mégpedig a királyudvaron keresztül a humanizmus és az erasmianizmusnak a hatás, ugye. Rotterdami Erasmus egy híres humanista volt, ugye nagyon fontos művei voltak ebben a korban, ahol az új szellemnek a csíráit elhintette. Erasmus, hát maga is, zárójelben megjegyzem, egy papnak meg egy apácának volt a gyermeke, ő maga is pap, és ugye viszont, ami becsületére legyen mondva, hogy annak ellenére, hogy bizonyos szempontból közeledett a lutheri eszmékhez, mindvégig hűséges maradt a katolikus egyházhoz, tehát ő soha nem lett maga protestáns, viszont az eszmé azok közeledtek ehhez az irányhoz. Úgyhogy bizony, hát ezeknek az eszméknek a terjedése is a vallási közönynek kedvezett. Második Lajos királyunk nevelője, brandenburgi György, Luther ügyért szállt síkra a király udvarban,
Mária királyné Erasmus odaadó híve volt, és az ő udvari papjai, Hekkel János, majd később Cordatus Konrád, rokon szenveztek, mégpedig nyíltan rokon szenveztek a lutheri eszmékkel. Majd később látjuk, hogy az unitarianizmus is, ugye tulajdonképpen egy, az udvaron keresztül jött ugye Erdélybe, mégpedig egy olasz házi orvosnak köszönhetően, tehát ő volt az, aki elkezdte terjeszteni ezeket az eszméket. Ezen kívül azért Magyarország akkoriban is kapcsolatban volt a nagyvilággal, tehát számos kereskedő, tanuló volt, aki külföldön jártak, vagy ott tanultak. Ugye nem kevesen tanultak éppen Wittenbergben, ugye Luther anya egyetemén, ahonnan elindult az egész. Könyveket, brossúrákat, különböző ugye röplapokat hoztak be az országba, és hát ilyen módon elsősorban a városi rétegek, és azon belül is a német rétegek egyre inkább elfogadták a reformációt. Na most ugye azt kell mondani, hogy a főpapok, habár ugye életük messze menően nem volt méltó a hivatásukhoz a legtöbb esetben, de azért meggyőződéses hívei voltak a katolikus egyháznak, és ugyanígy mondható, ugyanez mondható a papságról is, hogy azért a klérus részéről hát inkább egy hűség fedezhető fel a katolikus hithez és a katolikus egyházhoz, még ha az életük nem is volt a kívánható és a szükséges színvonalon. Na most ennek köszönhető, hogy a köznemesség 1523-as Budai országgyűlésén a luteránusokat nyilvános eretnekeknek és Szűz Mária ellenségeinek nevezték. Ugye hát Mária országában azért mondjuk egy olyan vallás, amely a Mária tiszteletet a katolikus formájában elutasítja, az mondjuk nem számíthat olyan nagy népszerűségre, tehát ezért a luteránusokat fej és jószág vesztés büntetésével sújtották, sőt 1525-ben a Rákosi országgyűlésen elhangzott az a hírhet és sokat idézett mondat, luteráni omnes de regno extirpantur et comburantur. A luteránusokat mind ki kell írteni az országból, és meg kell őket égetni. Na most ez ugye néhány kivégzést eredményezett, de mivel hogy az udvarnak kellett végrehajtania ezt a rendeletet, az udvari ugye pár pedig leginkább a reformációhoz vonzódott maga is, hát ezért tulajdonképpen holt betűlet volt, ebből volt ez a törvény. Tehát 1526-ban törölték is ezeket a törvényeket, nem volt nagy foganatja. A Mohácsi csata az nagy mértékben az egész helyzetet nehezítette, mert mint tudjuk, ugye ott a főpapok is derekasan jelen voltak, két érsek és öt püspök életét vesztette, majd utána következett a kettős királyválasztás, és ilyen módon az ellenállás a protestantizmus felé is meggyengült. Ugye mindkét király, az Apolyai János és első Ferdinánd is hívő katolikus volt, de rászorultak a nemesek támogatására, és rászorultak a nemesek pénzére is. Tehát ahhoz, hogy megkapják ezt a segítséget, nekik el kellett nézni a nemesek protestáns hajlamait és protestáns eltéréseit. Tehát emiatt nem léptek föl hatékonyan a protestantizmus ellen, és hát ugye aztán 1545-ben már három részre szakadt Magyarország, a török véglegesen betészkeli magát Budára, az ország középső részére, és ennek következményében az egyházi hierarchia teljesen összeomlik ezen a területen. Na most ugye a törökök száműzték nem csak a püspököket, hanem a papság nagy részét is, mert hát hogy a püspökökben a Habsburgoknak, mint katolikus uralkodóknak a képviselőit látták, úgyhogy kiosztották ugyan a püspöki címeket, de például a kalocsai érsek, a csanádi, a pécsi, a boszniai, a diakovári, a szerémi, a belgrádi, a szendrői püspök nem tartózkodtak
a püspöki székhelyükön, mert hogy az török uralom alatt volt, hanem valahol a király Magyarországon, és ezek mind ilyen címzetes rangok voltak csupán. Azok a papok, akik ott ragadtak a török hódoltság alatti részen, azok ugye egyre öregedtek, utánpótlás nem jött, úgyhogy ilyen szörnyű adataink vannak, hogy a 16. század végén, például a Váci Egyház megyében csupán 13 pap működik. Aztán ugye más hasonló adataink is vannak, erre majd nem sokára kitérünk. Minden esetre a lelkipásztori gondozást azt leginkább a ferencesek végzik. Most ugye nem csak hízelegni akarunk nekik, mert most a vendégszeretetüket élvezzük, de mondhatjuk, hogy ezeken a vidékeken, ahol a török uralkodott, hát nagy mértékben a ferenceseknek köszönhetjük azt, hogy a katolikus hit megmaradt. Ugye itt az északi részeken a gyöngyösi ferenceseknek, a déli részeken mondjuk a szegedi alsóvárosi ferenceseknek, akik hát nem egyszer 300 vagy annál is több helyre kijártak, és ott ellátták a lelkipásztori feladatokat. Azt is meg kell mondani a másik oldalról, hogy nagyon sok ferences viszont átállt a reformáció oldalára, és a vezető, ugye református prédikátorok, azok is mind volt ferences papok voltak tulajdonképpen. Mea culpa-zva azt kell mondanom, hogy például Németországban voltak premontrejek is, akik átálltak. Például egy premonstrati János, aki hírhet volt a katolikus templomok égetésében és a katolikus papok molesztálásában. Tehát mi sem voltunk ebben ártatlanok, de ez egy nagyon zűrzavaros kor volt, és bizony hát mindenfajta dolog előfordult. No, tehát ugye a török miért hűrte el a ferenceseket? Hát egyrészt nem szedtek adót a hívektől, mint a püspökök, mert a püspökök ugye veszették a dézsmát, ugye a dézsma az a latin decima, vagyis a tizednek ugye a megfelelője. Másrészt hát ferencesek hasonlítottak valamiképpen, emlékeztették a törököket a saját derviseikre, és ezért úgy gondolták, hogy ez valami hasonló dolog lehet, tehát elviselhető. Aztán a 17. századtól a jezsuiták is bekapcsolódtak a lelkipásztorkodásba, bár a jezsuitákat a törökök kifejezetten gyűlölték és üldözték minden lehetséges módon, úgyhogy azok inkább vagy titokban működhettek, vagy egy-egy ugye helyi vezetőnek a engedékenysége folytán. A török ugye eltiltotta a körmeneteket, a harangozást, a templomokra súlyos adót vetett ki, a sok templomot lerombolt, a papokat pedig üldözte és bántalmazta, úgyhogy az 1500-as években több mint 50 ferences esett áldozatul a törökök dühének. Hát ugye látjuk ma is, hogy mi a sorsa a keresztényeknek a muszlim vidékeken, ez volt Magyarországon is a török hódoltság idején. Na most a király Magyarországon viszont mik voltak az egyház problémái? Milyen nehézségekkel nézett szemben. Hát ugye az a kevés főpap is, aki túlélte a mohácsi vészt, az még inkább rá kellett, hogy feküdjön az állami hivat feladatok ellátására. Tehát ugye a meggyengített és hát csonkává lett országot még nehezebb volt kormányozni, és ezért a főpapok segítségére is szükség volt. A királyok nagyon sokszor nem töltötték be a püspöki székeket, néha évtizedekig nem volt püspök egy-egy székhelyen. Miért? Mert ugye a püspöki székhely az jól jövedelmez, annak vannak földbirtokai, vannak bevételei, és ha nincs helyi püspök, akkor a bevétel kit illet meg? Hát a királyi kamarát, és ugye a király erre rászorult azért, hogy meg tudja szervezni az ország védelmét. Szóval emiatt kisajátították ezeket a püspöki székeket és bevételeket, és ha be is töltötték a püspöki székeket, hát nagyon sokszor nem a vallási szempont döntött, hogy ki a legjobb lelkipásztor és a legjobb pap, hanem az, hogy ki a királynak a politikai ugye, hát, támogatója, politikai hát, bizalmasa, és az kaphatta meg a püspöki széket. Az esztergomi érseki széket 1573 után 23 évig üresen hagyták.
A nyitrai püspökség 1528 után 30 esztendeig püspök nélkül volt. Ami még rosszabb, hogy a jövedelmét a református Thurzó család birtokolta, mivel hogy ők voltak a királynak a ugye egyik védelmezettjei, egyik támogató családja. Hasonló dolog történt a veszprémi és a győri püspökség jövedelmével. A győri püspökség 30 esztendeig a Bakics fivérek kezében volt, a veszprémi egyházmegyében közel 20 évig nem volt felszentelt püspök, az egri püspökség javai Perényi Péter kezébe kerültek, majd az ő halálával az egri vár fenntartására fordították a püspökség jövedelmét. Ez azt jelentette, hogy hívek százezrei elárultak, és 1538-ban már csak 3 felszentelt püspöke volt az országnak, ebből is 2 olyan idős, hogy nem sokat dolgozhatott. Hát tudjuk, hogy a püspöknek a feladata az azért eléggé dinamikus, tehát neki azért utaznia kell, látogatni kell a plébániákat, bérmálnia kell, ugye ismernie kell a papjait, stb. Papnövendékeit, és hát ez a 3 püspök közül legfőjebb 1 volt, aki erre képes volt. No, egyébként a legnagyobb rákfenéje a magyar egyháznak ebben a korban a paphiány volt. Ugye a szegénység lehetetlenné tette nagyon sokszor még azt az évi 2 forint tandíj megfizetését is, amennyibe egy papnak az évi, ugye egy pap növendéknek az évi eltartása került. Na most a meglévő papok viszont ijesztő mértékben elszakadtak a katolikus hittől, tehát protestánsok lettek, illetve nagyon-nagyon elterjedt volt a papi cölibátus áthágása. Tehát, hogyha valakiről azt mondták, hogy ő nős pap, vagyis hát egyetlen egy ugye felesége van neki stabilan, azt már meg kellett dicsérni, mert rengetegen voltak, akik nem nősek voltak, hanem alkalmi szeretőket tartottak, de nyilvánosan, tehát teljesen országvilág szeme láttára. Például ugye, hát vannak statisztikáink is, az esztergomi egyházmegyében az 1500-as években 54 pap működött, ebből 13 volt nőtlen, 34 nős és 7 teljesen eretnek. Az 1561-es évi zsinaton a 900 plébániából, amennyi plébániája volt az esztergomi egyházmegyének, 119 pap volt, ezek közül 62 nős volt. Tehát a többsége az általában nős volt, és ezt még meg is kell dicsérni. Na most ugye Fejér vármegyében már csak 3 plébános működött. Hogyan próbálták pótolni a hiányzó papokat? Úgynevezett licenciátusokkal. Mi a licenciátus? Ma úgy neveznénk, hogy lelkipásztori kisegítő. Tehát ezek olyan világi férfiak voltak, akik a püspöktől kaptak külön engedélyt, hogy ugye a paphiány sújtott a vidékeken, kereszteljenek, eskessenek, előimádkozzanak, temessenek, és ugye úgy prédikáltak általában, hogy felolvasták az előre elkészített prédikációkat. Följegyezték, hogy egyes vidékeken gyóntattak is, meg felszenteletlen ostyákkal áldoztattak is, de ezt az egyház sohasem fogadta el, és mindig elítélte. De hát a nagy válságban és a nagy zűrzavarban még ez is előfordult. De minden esetre tudjuk, hogy a mai paphiányos helyzetnek, tehát voltak előzményei a történelemben, és volt ennek is előzménye, hogy alkalmas világi férfiak bizonyos dolgokban ugye pótolták a papot. Na minden esetre, szóval miért nem tettek a püspökök semmit a szeretőt meg a feleséget tartó papok ellen? Hát azért, mert nem volt helyettük más. Ha fölfüggeszti őt, ha az elzavarja őt, akkor abban a pillanatban jön egy protestáns prédikátor, beköltözik oda, átveszi a plébániát, és az egész helység protestánssá válik. Tehát még ezeket a papokat is meg kellett becsülni, amennyiben a katolikus hitet megtartották. De egyébként vannak ilyen egyház látogatási jegyzőkönyvek ebből az időből, hogy a sekrestjében találtunk egy darab piros viseruhát egy fekete stólával, továbbá néhány lapot az esztergomi visekönyvből. És egyébként pedig a templom hajóban, mit tudom én, sonkát szárítanak és tartalékolnak, stb. Tehát
a papnak pedig a gyermekei minisztrálnak, úgyhogy minisztráns hiány az nem volt. Hát szóval látjuk, hogy fölszerelésben, erkölcsökben is, szakrális érzésben is nagyon nagy hiányok voltak bizony. Na most mi a helyzet a szerzetességgel? Hát bizony a szerzetességre is rácsaptak a világi urak, főurak. Ugye már a középkorban ismert volt a komendátor apát intézménye, tehát ez azt jelentette, hogy a kolostor vezetésére a király vagy valamelyik főnemes kinevez egy világi embert, egy saját ugye, bizalmast, aki azután hát a fejedelemnek a kezére játsza a kolostor javait, tehát a jövedelmének a nagy részét, szerzetesek pedig megpróbálnak valahogy ebben a helyzetben élni, ahogy tudnak. Nagyon sokszor ugye ez a világi apát beköltöztette a teljes pereputtyot, a családot, a baráti kört, úgyhogy eszem iszom, dínom, dánom, operett szerzetesség ment ezeken a helyeken. És hát természetesen, hogy a hivatások, hát ezt, a hivatásoknak ez nem kedvezett, tehát szétzüllesztették a szerzeteseket. Olyannyira, hogy még a pálosok is ugye odáig jutottak, hogy Pázmány Péter annak idején azt szorgalmazta Rómában, hogy meg kell őket szüntetni, mert annyira elzüllöttek, és ugye a pápa volt az, 8. Orbán, aki mégis azt mondta, hogy adjunk nekik még egy esélyt is, és várjuk még a megszüntetéssel. Egyébként Pázmány Péter messze nem volt ellensége a pálosoknak, mert fennmaradt az a híres mondása, ugye, hogy te Magyarország édes hazám, a pálosokkal együtt fogsz növekedni, meg csökkenni. Tehát, hogy ha azt akarjátok megtudni, hogy Magyarország milyen állapotban van, nézzétek meg a pálosokat, és az ő állapotuk mindent elárul. Tehát nagyon szerette ezt a rendet, és mégis látván az üllött állapotokat, hát az eltörlésüket szorgalmazta. A kolduló rendek, ugye ferencesek, domonkosok, akik alapvetően városlakó szerzetesek, ugye nehezen tudtak megélni a protestánssá vált városokban, mert azoknak a vezetői elkergették őket, nem csak a német lakta városokból, hanem a magyar lakta városokból is. Na most mi a helyzet az erdélyi fejedelemséggel? Ugye Zapolyai János mindvégig hűfia maradt az egyháznak, sőt próbálta rendeletekkel meggátolni a luteranizmus terjedését, és itt mindig először csak a luteri irányzatról beszélünk, mert először az terjedt el szinte az egész országban. A Tordai országgyűlésen 1550-ben a protestáns rendek ki tudták vívni az evangélikusok vallásszabadságát, és azt mondja, hogy aztán a Fráter György meggyilkolása után időkben a magyarság jelentős része Erdélyben szembefordult a Habsburgokkal és vezéreikkel, és ezért nagyobb részt a kálvinizmushoz csatlakozott. Egyébként később a János Zsigmond fejedelemmel maga az államhatalom is protestáns lett, majd tudjuk, hogy ő később az unitáriusokhoz csatlakozott. Tehát ez volt a menetrend. Először a luteranizmus, utána ugye átértek a kálvinizmusra, utána, ha nem gátolta ezt semmi, akkor az unitarianizmusra. Tehát ma is vannak ilyen unitárius ugye, szövegek, versek, hogy Luther, Calvin csak a kezdet volt, csak elkezdték a dolgot, nagyon mérsékeltek voltak, még csak a fölszínen megrekedtek, de az igazi, az az unitárius vallás, ugye, odáig kell eljutni, hogy igazán az evangélium szellemében élhessünk. Egyébként, hát ugye, kik voltak azok, akik megmaradtak katolikusnak, néhány család, a Bátori, a Toldi család, valamint a keleti székek. Tehát ugye nagyjából mondható, hogy a székelyek, meg a palócok, meg még néhány helyből a csalók köz, ezek voltak azok, akik mindig katolikusok maradtak, a többiek azok ugye hát valamelyik időszakban a reformáció valamelyik irányzatát elfogadták. Na most ugye a Erdélyben 1556-ban elrendelték a katolikus egyházi javak lefoglalását, az erdélyi püspökű széket nem töltötték be, megszüntették az erdélyi szerzetes házak működését,
Se Gyulafehérváron, se Nagyváradon nem volt püspök, mert habár volt egy kinevezett püspök, akinek volt ilyen címe, hogy Nagyváradi vagy Gyulafehérvári püspök, de nem foglalhatta el a székét, és ugye a helyette csak egy ilyen egyházmegyei kormányzó működhetett, aki viszont nem volt fölszentelt püspök, tehát papokat például nem szentelhetett, és ilyen módon hát nem tudta igazán betölteni a püspöki feladatokat. Na most 1557-ben az országgyűlés megengedi a katolikusoknak és luteránusoknak vallásuk szabad gyakorlását, de aztán 1566-ban a Tordai országgyűlés kiutasítja Erdélyből a katolikus lelkészeket és szekularizálja, tehát világivá teszi a nagyváradi káptalant, majd azután később az unitáriusok is megkapják a vallásszabadságot. Ez a nagyváradi eset az eléggé brutális, mert ugye Nagyvárad az kinek a városa? Hát Szent Lászlóé. Nyilván ott van Szent László sírja, de ma már nem lehet megtalálni Szent László sírját, és erekéit is csak olyan mértékben, amennyiben ugye a reformáció előtt ezeket véretették. Miért? Mert ugye hát a magyar vallás földulta Szent László királynak a sírját, és elégette az ő erekéit, mondván, hogy ez bálvány, hogy ezt meg kell akadályozni, ezt a bálvány imádást, és hát ugye a váradi káptalan pedig, hát az Németországban láttam ilyet, ugye képeken és ábrázolásokon, eleinte ugye a kanonokok mind szépen ugye fölszentelt papok, zsolosmáznak, miséznek, azután később ilyen vajszos bácsik civil öltözetben, hát ugye élvezik a káptalan javadalmait, de semmifajta lelki feladatot nem látnak el. Tehát ezt így mondjuk, hogy szekularizálták a káptalan. Na most a katolikusok helyzetében Báthori István fejedelem uralkodása idején állt be enyhülés, aki 1579-ben betelepítette a jezsuitákat. Na most az erdélyi katolicizmus megmentői ezek a jezsuiták voltak, mondjuk a csíksomlyói ferencesekkel karöltve. A jezsuitáknak pedig a nagy aduja az iskola volt. Ugye, tehát ők nagyon sokat adtak a vezető réteg, a nemesi gyermekek iskoláztatására. Először a kolozsmonostori volt bencés kolostort kapták, majd beköltöztek Kolozsvárra, és ez az a kolozsvári jezsuita gimnázium, aminek a növendéke volt a kis Pázmány Péter is, ahol ugye katolizált és később kedvet kapott, hogy maga is jezsuita legyen. Tehát nagyon-nagyon sok jó gyümölcsöt produkált ez a kolozsvári jezsuita gimnázium. 30 nemes ifjút sikerült megnyerniük a katolikus vallás számára, akik ugye protestánsként iratkoztak oda be, csak 1597-ben. No, azonban 1588-ban, ugye, tehát 81-ben megalapították a kolozsvári jezsuita gimnáziumot, 88-ban pedig már be kellett zárni, mert az országgyűlés száműzi a jezsuitákat, és csak annyit enged meg, hogy a katolikus főurak egy-egy katolikus papot tarthassanak a saját udvaruk számára, tehát mint egy udvari papot, aki aztán szabad idejében elláthatja a híveket is, de semmiképpen nem engedélyezik, hogy mondjuk plébánosként működhessenek katolikus papok. Aztán Báthori Zsigmond visszaveszi a jezsuitákat, és ugye, de végül 1603-ban az unitárius Székely Mózes fölbújtva a protestáns tömegeket leromboltatja, és végleg megszüntetik ezt a jezsuita gimnáziumot Kolozsváron. No, de minden esetre ez a 30 év, amíg a gimnázium működhetett, nagy gyümölcsöket hozott, és segített abban, hogy megmaradjon a katolicizmus Erdély területén. Hát nézzünk néhány nevet, hogy kik szorgoskodtak a magyar reformáció elterjesztésén, amit mondtam, többnyire volt ferences szerzetesek voltak. Szászföldet Honterus János, Erdély evangélistája, ugye vezette át a luteri hitre.
A királyi Magyarországon ilyen családok voltak, hogy Enyingi török Bálint is fia, Nádasdi, Batyányak, Zrínyiek, Erdődiek, aztán ugye Révaisi Balassa családok, Perényiek is, Homonnai Drugettek, és aztán ugye hát egy nagy támasza a protestáns hitterjesztésnek Gutenberg ugye találmánya, a könyvnyomtatás volt. Na most elhoztam ide egy új szövetséget, 1530-as évek végén Sárváron egy református gimnáziumot létesítettek, ahol tanított Szilveszter János, és ő adta ki ezt a könyvet 1541-ben. A könyvnek a címe Új testamentum magyar nyelven, amelyet az görög és diák nyelvből újonnan fordítanának az magyar népnek keresztény hitben való épülésére. És ugye nagyon szép, körbeadom, tessék megszemlélni, hogy, illetve itt is van néhány példány, hogy próbálják olvasni, hogy ez milyen magyarsággal íródott. Nagyon érdekes. Én a gyerekekkel mindig a hittanórán próbálom ugye dekódolni, hogy vajon ez melyik része lehet az evangéliumnak is, tessék akkor szorgalmi feladatként kitalálni. No, szóval, de tegyük hozzá, amit nagyon sokszor hangsúlyoznak, hogy hát a magyar nyelv ugye az rengeteget köszönhet a reformációnak is, a népnyelvű Bibliának, a magyar nyelvű imádságoknak, énekeknek, zsoltároknak. Igaz, de nem igaz az, hogy először ugye protestáns területen is protestáns ugye szerzőktől született magyar Biblia, hanem tudjuk, hogy már korábban is ugye például a Bátori László nevű pálos szerzetes, ugye itt a közelben, Budaszentlőrincen a teljes Bibliát magyarra fordította, már a Mohácsi vész előtt. Sajnos ugye a török vész alatt elveszett ez a Biblia, csak részei maradtak meg, de azért biztos tudomásunk van arról, hogy ez egy teljes Biblia fordítás lehetett, és korábban is hát a Jordánszki kódex, meg más ugye fordítások, főleg szerzetes nők részére, ugye domonkos apácáknak, akik nem mind tudtak latinul, tehát le kellett fordítani a Szentírást, illetve hát már ugye korábban is az esztergomi egyházi zsinatok előírták, hogy tessék minden vasárnap a Szentleckét és az evangéliumot magyar nyelven is fölolvasni a népnek, és magyarázni. Tehát ahhoz, hogy fölolvassák a napi olvasmányokat, az le is kellett fordítani magyarra, és nyilván léteztek ilyen fordítások már ugye szinte a kereszténység kezdete óta. Úgyhogy nem kell, hogy szégyenkezzünk mi katolikusok, soha nem üldöztük a népnyelvű Bibliát, és soha nem tiltottuk annak az olvasását és használatát. Még néhány protestáns prédikátor, Dévai Bíró Mátyás volt ferences szerzetes, aki ugye Wittenbergre járt egyetemre, Luthernél lakott és étkezett, Melanchtonnal is szoros barátságban volt, és kiérdemelte a Magyar Luther címet. Aztán ugye a pápistaság kemény pörőjének nevezett Huszár Gál, nyomdász is igehirdető, a Szent Öregnek nevezett ferences házfőnök Kopácsi István, ő is mint luterámus prédikátor. Az erdélyi magyarság körében fontos nevek Heltai Gáspár és Dávid Ferenc. És ugye Heltai Gáspár, ő maga is átment ezen, mint Dávid Ferenc is átment ezen a létrán, hogy először evangélikus, majd református, majd unitárius. Ugye az ő neve ma is nagyon fontos, hiszen a 16. század egyik legfontosabb magyar prózaírója volt, és a Biblia számos részét is magyarra fordította. Aztán a hódoltsági területeken említjük Sztárai Mihály nevét, aki mint ferences szerzetes még Pádovában tanult, és több mint 120 protestáns gyülekezetet alapított magyar földön. Ő volt az első magyar nyelvű drámaíró, számos éneket és zsoltárt szerzett. Illetve Szegedi Kis István, aki latin nyelven írta a könyveit, és ezzel külföldön is nagy nevet szerzett magának.
Igen, szóval mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon rohamosan elterjedt, és mindent beborított a protestantizmus a maga három irányzatával. Csak ott, ahol ugye a ferencesek, illetve később a jezsuiták tudtak iskolát nyitni, illetve plébániát vezetni, ott tudott megmaradni a katolicizmus, így például ugye Budán, Pécset, Kecskeméten, Jászberényben, Gyöngyösön, Szegeden, Temesvárot, illetve a Csalló közben. Nos, a kálvinizmus viszont akkor indult el a terjedő ugye, úgy útjára, amikor az ország nagy része már lutheránussá lett, és hát ez nem kis ellentétet okozott a protestánsokon belül is, mert ugye az evangélikusok azok meg akarták akadályozni, hogy most ugye elszakadjanak a híveik, meg a lelkészeik egy része, hogy tovább vigyék a ugye protestáns eszmét ugye a kálvinizmus irányába, és hát az evangélikus fejedelmek is eleinte a kálvinisták ellen fordultak, és akárhogy is próbáltak a kálvinista prédikátorok ugye a lutheranizmus ugye védő palástja alatt működni, meg valahogy elrejteni a nézeteiket, ez nem sikerült, hanem ugye egyre inkább ketté vált a két irányzat. Így például a szatmári lutheránus zsinat 1555-ben kizárja soraiból a reformátussá vált tordai Demeter püspököt. Két nagyhatalmú főúr, Berényi Gábor és Nádasdy Ferenc előzik birtokairól a kálvinizmushoz húzó prédikátorokat. De a kálvinizmus ennek ellenére terjed, a hazai központja, mindnyájan tudjuk, Debrecen lett. Ma egyébként Debrecenben többségben vannak a katolikusok, sőt, van ugye két katolikus püspök is, van egy római, meg van egy görög érsek is, úgyhogy hát azért nem lehet azt mondani, hogy ez most a protestáns Róma, hiszen többen vannak a katolikusok. De történelmileg ez a központ, mégpedig Enyingi Török János volt az a főúr, aki 1552-ben hatalmi szóval meghonosította először a lutheránus vallást, majd nem sokára a kálvinista vallásra tért. Egyébként ebben a korban ugye az a szabály érvényesül, hogy cuius regio, eius religio, az magyarul annyit jelent, hogy aki a föld, azé a vallás is. Tehát az uralkodó, a fejedelem kényszerítheti az alattvalóit arra, hogy kövessék az ő vallását. És Magyarországon ráadásul hát volt ez a kegyúri jog is, ami azt jelentette, hogy az ugye a földbirtokosnak joga volt, ugye hát ő finanszírozta az egyház működését, de viszonzásul azért beleszólt mondjuk abba, hogy ki legyen ott a plébános, meg egyáltalán, hogy menjen az egyház élet. És ez nagyon jó, ami katolikus a főúr, de amikor protestánssá válik, akkor vissza ugye fordul a dolog, és sajnos hát ugye az ellenkezőjébe csap át. Na most Debrecenben működött a gyulafehérvári katolikus papból, kanonokból református lelkész, Kálmán Csehi Sánta Márton, akinek ugye a működéséhez kötődik ugye Debrecen kálvinistává válása, és aztán az egyik leghíresebb prédikátor Mélius Juhász Péter volt, a magyar Kálvin, ugye volt egy magyar Luther is, ez pedig a magyar Kálvin volt, aki a teológia mellett értett még a botanikához és az orvostudományhoz is, például a herbárium nevű műve, az első magyar botanikai mű. Egyébként én délvidékiként nagyon büszke vagyok, hogy azért nekünk katolikusoknak is volt egy nagy botanikusunk, a Hajnal Lajos bíboros kalocsai érsek, akinek ma is megvan a gyönyörű szép tanulmány, ugye sorozata a magyar növényvilágról, de hát ugye az első, ez a bizonyos magyar Kálvin volt. Na most ugye Debrecenben 1567-ben az ottani zsinat elhatárolta magát egyrészt a lutheranizmustól, ez túl jobboldali, másrészt az unitarizmustól, mert ez túl baloldali. Mi kálvinisták vagyunk az arany középút. Hát mi is volt ez az unitarizmus? Viccesen azt mondják, hogy ugye mi tartja össze az unitáriusokat.
Az egység a kétségben a háromság iránt. Magyarul ez azt jelenti, hogy a Szent Háromság tagadása. Vagyis ugye azt mondják, hogy a új szövetségből nem lehet kikövetkeztetni azt, hogy Isten három személy, és nem lehet azt sem kikövetkeztetni, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten lenne, hanem ugye egyfajta arianizmust hirdetnek, amit az ókorban már megismertünk, ugye, tehát azt mondják, hogy egy az Isten, ugye ez a jelszó, és hát ez mondjuk nagyjából az Atya lenne, a Fiú és a Szentlélek nem tekinthető Istennek. Na de hát az unitarianizmusnak is két irányzata lett, volt egy mérsékelt és volt egy szélsőséges, és a mérsékelt az, ami elterjedt, hát leginkább Erdély vidékein. És ahogy említettem az előbb, hogy ezt is egy olasz hozta be, tehát ez sem magyar vallás igazából, mert Giorgio Biandrata, itáliai orvos kezdte terjeszteni, aki ugye János Zsigmond fejedelem udvari orvosa és tanácsadója lett, majd ennek a Giorgionak, Blandrata Györgynek, ugye magyarosítva, a hatására Dávid Ferenc is átvette, mint ugye református, kálvinista prédikátor, átvette az unitárius eszméket, és ugye János Zsigmondot magát is áttérítette az unitáriusok táborába. Na most a Dávid Ferenc azonban az unitáriusok szélsőséges irányzatához tartozott, ami abban mutatkozott, hogy ők például elvetették a gyermekkerességet is, és Dávid Ferenc jövendőlései alapján Krisztus közeli eljövetelét és 1000 éves földi uralkodását hirdették. Ezt azonban ugye nem tűrték a mérsékelt unitáriusok, tehát maga Blandrata, vagyis hát ugye az eszmének a hír terjesztője, feljelentette Dávid Ferencet 1579-ben, majd elfogták őt, pert indítottak ellene, és a dévai várban bebörtönözték, ahol meg is halt 1579-ben. Tehát az mérsékelt unitáriusok voltak azok, akik az ő halálának az okozói voltak. Tehát az unitariuszmuson belül volt ez a konfliktus. De a magyar Calvin, Mélius Juhász Péter volt az, aki megállította az unitárius vallás térhódítását, amikor az átlépte Erdély határait. Reformáció terjedésének az okai, tehát összesítve, a hatalmas nagy paphiány, az, hogy az egyházi javadalmakat ugye az uralkodók kisajátították, és a püspöki székeket nem töltötték be, és a kevés számú fogyatkozó, öregedő papságnak is a tudása és az erkölcsi színvonala is bizony nagyon-nagyon alacsony volt. Most a török hatalom pártolta a protestánsokat, őket valahogy kevésbé tartotta veszélyesnek, mint a katolikusokat, és ami a legfontosabb, hogy őnekik nem volt kapcsolatuk a Habsburgokhoz, ugye, akik veszélyt jelentettek a törökök számára. Ugye azt egyébként említettük már korábban, hogy Luther Márton maga nagyon kedvezően nyilatkozott a törökökről, sőt azt mondta, hogy nem szabad ellenük harcolni, hogy joggal küldi őket Isten büntetésként a katolikus egyház bűnei miatt, és hát a magyarokat külön is megszitta Luther, hogy mi jogon harcolnak a törökök ellen, és próbálnak ellenállni, mikor ezt Isten kezéből el kell fogadni, mint egy jogos büntetést. Ugye ez pontosan meg is maradt Luther műveiben. És semmiképpen nem támogatta, hogy ugye az európai fejedelmek egyesüljenek és összefogjanak a törökkel szemben. Ezt a pápa szorgalmazta, ugye. És aztán sikerre is vitte az ügyet. Na most még nagyon érdekes a protestáns taktika, hogy ugye a nép évekig nem látott papot. Ki volt éhezve a igehirdetésre, a szentségekre, a szentmisére, a templomi életre, és megjelentek ezek a prédikátorok, nagyon sokszor ferences csuhába, beöltözött miseruhába, és elkezdett misézni úgy, mint egy katolikus pap. Legfőjebb bizonyos részeket kihagyott. Először az úrfelmutatást, aztán olykor kihagyta a kánont, az átváltoztatással, tehát bizonyos dolgok kimaradtak, de úgy külsőre egy középkori magyar hívő számára ez teljesen úgy nézett ki, mint egy katolikus mise.
Na de a prédikáció, hát az teljesen luteránus volt, vagy kálvinista volt, úgyhogy ez egy tudatosan fölvállalt taktika volt, hogy külsőleg semmit ne változtassatok. Maga Luther is mondta, hogy maradjanak a miseruhák, maradjanak a kelyhek, szobrok, képek. Amíg el nem kopnak, addig használjátok őket. Mert a nép így könnyebben el fogja fogadni, és azt fogja gondolni, hogy nem változott semmi. Tulajdonképpen maradtunk, akik voltunk, a vallásunk ugyanaz volt. Tehát senki nem azt mondta, hogy mától kezdve, kedves hívek, nem vagyunk katolikusok. Tessék följegyezni, lutheránus. Megkérdezik, hogy mi a vallásod, írd, mondd azt, hogy kálvinista. Nem, ilyen nem volt. Mindenki úgy tudta, hogy mi továbbra is katolikusok maradtunk, közben szépen lassan ugye egyre távolabb és távolabb kerültek ettől. Na igen, és hát ugye sajnos ugye az országgyűlés is hiába hozott határozatokat a katolikus hit védelmére, de Ferdinánd király ezeknek a végrehajtását kire bízta egy luteránusra, Révai Ferencre, aki hát egyáltalán nem sietett ezeket a katolikus védő törvényeket végrehajtani. Na aztán luteránus hadvezéreket küldtek az ország, küldött az ország a Ferdinánd király, és ezek a hadvezérek a várakba, a városokba is hithű kapitán, új hitű, vagyis protestáns kapitányokat is, prédikátorokat helyeztek, aztán második Miksa császár pedig nyíltan a protestantizmus oldalára állt, és ezt támogatta. No, ezen kívül hát a protestáns lelkipásztorok, ugye azok a prédikátorok nagyon jól műveltek voltak. Nem egyszer ugye külföldi egyetemről jöttek, ismerték a protestantizmus összes ugye fontos művét, több nyelven beszéltek nagyon sokszor, és fanatikus meggyőződés, fáradhatatlan munkabírás jellemezte őket. Ugye a szentírásnak kiemelt szerepet juttattak, a vallásgyakorlatokat a népnyelvén végezték, leegyszerűsítették, és ugye nagyon-nagyon jól bántak az új technikákkal, például a nyomdatechnikával, sokkal több ugye protestáns nyomda volt, például 1550-ben azt mondja, hogy 27 protestáns nyomda volt, még csak egyetlen egy katolikus nyomda. És ugye hát ez olyan, mint ma az internet, hogy nagyon sokszor az győz, aki jobban beférkőzik is, több helyen jelen van is, több emberhez eljuttatja az üzenetét. Ezen kívül ugye hát a könyvkiadás a 16. században megjelent 275 vallási tárgyú könyvből, csak 31 volt katolikus könyv, és 244 protestáns. Tehát ezek után ugye nem csoda, hogy ennyire elterjedt a dolog. Aztán az iskola ügyben is a protestánsok nagyon-nagyon jeleskedtek. Mintegy 250 alsó és felsőfokú protestáns iskola működött, a debreceni Sárospataki pápa és nagyszebeni kollégium a leghíresebbek közé tartoztak. És így aztán fél század alatt mind a magyar vezetőosztály, mind a mezővárosi polgárság, ugye amikor átváltottak a szóbeliségből az írásbeliségbe, hát ennek nagy része ugye a protestáns iskoláknak köszönhető, és hát a katolikusok ahogy tudtak, úgy próbáltak ezzel lépést tartani, de nem mindig sikerült. Na most ugye viszont egy kicsit csak belekezdünk, mert az idő elszaladt, hogy hogyan reagált erre a katolikus egyház. Nagyon nehezen, mert látjuk, hogy ezerfajta akadály volt, és ezerfajta probléma, ami miatt csak lassan tudott beindulni a reakció. Három nevet kell említeni, három esztergomi érseket, prímást, Olán Miklóst, Forgács Ferencet, és hát leginkább természetesen Pázmán Pétert, ugye, aki megcsinálta a munka oroszlán részét. Olán Miklós 1553 és 68 között volt ugye esztergomi érsek. A Mohácsi csata előtt is már királyi titkár volt, Mária királynő titkára is volt, Erasmus lelkes követői volt ő maga is, mint Mária királynő, és aztán Magyarországra hazatérve egri püspök, majd 1553-ban esztergomi érsek. Na most az ő technikája az nagyon brutális, de hatásos volt. Tudnélik, ő fizikai erővel
foglalta vissza a templomokat, és űzte ki a protestáns prédikátorokat. Egyébként ez abban a korban teljesen bevett volt, hát ugye ott van a Veszprémi Székesegyház kriptájában Padányi bíró Márton, hát ő ugye egy lovon ülő főpap volt, aki járta a falvakat, városokat is, ahol azt látta, hogy elfoglalták a katolikus templomot, leszállt a lóról, csinált egy nagy csetepatét, kipenderítette a protestáns lelkész, és visszafoglalt a katolikus egyház számára a plébániát. És így történt nagyon sok esetben, ugye a rekatolizációnak a műve. Hát Olá Miklós 300 faluban művelte ezt a technikát, ugye, elég nagy sikerrel, de aztán rájött arra, hogy emellett azért mégiscsak valami fajta szellemi tevékenységre is szükség van, például a papság hitét és a hivatás hűségét kell megerősíteni, illetve, hát ugye, amit a tridenti zsinat javasolt, egyszerűen azt kellett csinálni, egyház látogatások, hogy a püspök látogassa a plébániáit, a papjait. Egyházmegyei és egyháztartományi zsinatokat hívjon össze, ahol döntéseket hoznak, hogy hogyan lehet az egyház életét megújítani, megtisztítani. Aztán legyenek olyan személyek, leginkább fő esperesek, akik ugye utána körbejárták a plébániákat is, és fölmérték, hogy mennyire sikerült ezeket a döntéseket megvalósítani. A plébánosok és a püspökök is több gondot fordítsanak a hit elemzésre. Tehát a tridenti zsinat is előírja, hogy a misét tessék magyarázni, tanítani az embereknek a hitnek a tartalmát. Létesítsenek kisebb településeken is iskolákat, és ebben alkotott nagyon a katolikus reform, hogy az egészen egyszerű falusi környezetben meghonosította az iskolákat, a népoktatást, ugye? Tehát ez a katolikus egyházhoz fűződik. Mire kellett tanítani a falusi gyerekeket? Írni, olvasni, számolni, egyházi énekeket énekelni, és kikérdezni a katekizmus szövegét. Tehát ugye alapvető hittan is alapvető dolog, ami egy falusi embernek kell az élethez. De ez abban a korban egy forradalmi újítás volt. A papnevelés kérdése égető probléma. Ugye 1554-ben a meglévő nagyszombati plébánia iskolát egyesítette a nagyszombatra került káptalani iskolával, és ezáltal létrejött a nagyszombati káptalani városi iskola. Ugye ekkor az esztergomi érsek nem Esztergomba lakik, mert hogy az Törökkézen van, hanem hol? Nagyszombatban. És ugye ott ez a káptalani iskola, ez olyan, mint ma egy szeminárium, egy papnevelő intézet, tehát ugye ezt akarta megerősíteni, és végül sikerült kollégiumot is létesíteni, és átadta ennek az iskolának a vezetését a jezsuitáknak, akik ebben a korban igazán nagyon hithű, és az egyház igazi oszlopát képező rend voltak, tehát igazi ilyen komandósok, akik minden nehéz terepen megállták a helyüket, és az oktatás ügyben különösen is remekeltek. Na most ugye hát ezt a nagyszombati jezsuita iskolát 1566-ban alapították, de már a következő évben a városban tűz ütött ki, majdnem az egész helységet is, vele a kollégiumot is elpusztította, és ezért a jezsuita rend elrendelte a kollégium megszüntetését. Tehát kevés ideig tudott működni. Egyébként Olá Miklós a teológiai munkássága mellett még írt egy kiváló földrajzi munkát is, Hungária címmel, amiben ugye Magyarország leíró a földrajzát adja. Aztán volt egy történelmi munkája is, az Attila című munka, amiben Mátyás király alakja áll. Olá érsek után következett Verancsics Antal, aki inkább egy politikus, tudós volt, kevesebbet foglalkozott a papi feladataival, és halála után volt az a bizonyos interregnum, hogy 23 évig nem töltötték be az esztergomi érseki széket. Helyette ugye Telekdi Miklós volt a káptalani helynök, tehát egy ilyen helyettes, aki ugye nem volt fölszentelt püspök, akinek jelentős az irodalmi működése,
jelentős az is, hogy Nagyszombatban egy nyomdát nyitott, ahol ugye prédikációkat adtak ki a papság számára, a licenciátusok, ugye a világi kisegítők számára, illetve hitvédelmi iratokat is kiadtak a protestánsok ellen. Nagyon fontos volt ebben az időben a zágrábi püspök Draskovics György működése is, tehát az, hogy a horvátság a mai napig gyakorlatilag protestáns mentes maradt, ez nagy részben neki köszönhető, aki ugye hát előbb zágrábi püspök, majd győri püspök, majd kalocsai érsek lett is bíboros, és ő is ugye annak köszönheti a sikerességét, hogy letelepítette a jezsuitákat, behívta és kieszközölte, hogy a király a túróci prépostságot nekik adományozza, tehát anyagilag is meg volt támogatva az ő működésük. Igen, aztán ugye Forgács Ferenc a következő prímás, egyébként ebben a korban voltak azért ilyen különböző dolgok, mint például a Bocskai által vezetett Habsburg elleni felkelés, amikor például Újlaki Lajos veszprémi püspököt Sümeg várában, hát álnokul agyonverték ebédlőjében, fejét vették, és a protestánsok ugye a Dunán túlon végighordozták a püspök levágott fejét, hogy megnézzék, hogy hogy jár az, aki ugye ellenáll az ő ugye uralmuknak. Na szóval voltak ilyen különböző, tulajdonképpen mind a két oldalról, de véres összecsapások is. Forgács Ferenc prímás munkássága, ugye őt nagybátyja, a szintén Forgács Ferenc nevű váradi püspök neveltette a római germanikumban, tehát a német-magyar jezsuita kollégiumban, ami a mai napig működik. És ugye utána hazatérve veszprémi, majd nyitrai püspök lett, és végül hát esztergomi érsek. Ő maga is használta ezt a bizonyos erőszakos módszert, hogy kipenderíteni ugye a protestáns prédikátorokat, de ugyanakkor hát a tridenti zsinat által javasolt egyéb módszereket is szerette, így például zsinatot rendezett Nagyszombatban 1611-ben, és a püspököktől megkövetelte, hogy gyakran prédikáljanak, hogy tartózkodjanak székhelyükön, ugye ez a rezidencia törvény, hogy a püspök éljen ott, azon a helyen, aminek a püspöke, a plébános lakjon azon a plébánián, amely rá van bízva, ne kószáljon össze-vissza. Aztán ugye a plébánosoktól megkövetelte a rendszeres katekizmus oktatást, sőt azt kérte, hogy vezessenek névsort a plébánia területén lakó iskolás gyermekekről, és ezeket kérességbe iskolai oktatásra. Tehát az ő nagy műve is a katolikus kisiskolák hálózata és a népoktatás fejlesztése. És a legnagyobb érdeme, hogy miután felkarolta a jezsuita rendet, 1607-ben hazahívja Pázmány Pétert, és ez a Pázmány Péter lesz majd az ő utódja is. Hát megpróbálom röviden azért vázolni Pázmány Pétert, és annyit talán még belefér. Ugye, mint említettük, hogy ő maga is ugye protestáns szülőktől született, az édesapja Bihari Alispán volt, az édesanyját 10 éves korában elveszítette, viszont apja újból megnősült, mégpedig a katolikus Toldi Borbálát vette el, és ez a mostoha anya, ez nagyon sokat tett azért, hogy a kis Péter ugye a katolikus hit felé forduljon. Talán az ő segítségével is 1583-ban a kolozsvári jezsuita gimnáziumba beiratkozik Pázmány Péter, és ott egy évvel később áttér a katolikus vallásra, majd jelentkezik a jezsuita rendbe, Krakóban lesz novícius, majd Bécsben és Rómában hallgatja a teológiát, 1596-ban pappá szentelték, és aztán tehetségét fölismerve a Gráci Egyetemen először filozófiát, majd teológiát tanított. Köszönöm. 1616. szeptember 28-án lett esztergomi érsek, és 1629-ben 8. Orbán pápa bíborossá kreálta. És ugye hát Pázmány Péterről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, volt is róla ugye nagyon jó előadás,
a Városház utcában, ugye a Tompó Laci részéről. Úgyhogy hát tudjuk azt, hogy ő nem csak teológusként, főpapként, hanem azért irodalmárként is nagyon jelentős, színpompás, ízes magyar nyelven írt, és hát ugye az új hitre, a protestánssá vált főnemesi családokat tollával és szavával vezette vissza a katolikus egyházba. Nagyon-nagyon szaftos az ő nyelvezete, semmi nyoma a mai politikai korrektségnek, tehát ott azért röpködtek a különböző jelzők, a különböző érvek, mindenfajta finomság nélkül, de mindez olyan jól ízesen fogalmazva, hogy csak magyarul lehet fogalmazni, ugye. Hát mondjuk néhány műve. Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairól írt könyvére. Mert ugye mit mondtak a protestáns prédikátorok, hogy a törököt azért kaptuk, mert romlott katolikusok vagyunk is. Ugye Isten bünteti a katolikusok bűneit, romlottságát. Ezzel szemben ugye Pázmány pontosan fordítva mondja, hogy igazából az az oka a mi bajainknak, hogy Mária országa hátat fordított Máriának is, fölmondta a vele kötött szövetséget, és a katolikus egyházzal szembefordult. Aztán ugye Alvinczi Péter, a leghíresebb ellenfele, ugye, akinek írt szintén egy ilyen válaszlevelet, egy keresztény prédikátortól, az kassai nevezetes tanítóhoz, Alvinczi Péter uramhoz íratott 5 szép levél. Hát, szép levél, mert az igaz hitet tárgyalja. De a leghíresebb műve, ugye 40 műve közül, 23 ebből magyar nyelvű, a Kalauz Hodegus, vagyis Isten igazságra vezérlő kalauz. 3 kiadása jelent meg Pozsonyban, 3 rész, fő részre oszlik, és mindegyik 5 könyvből áll. Mi van az első részben? Isten létének bizonyítása, továbbá annak bizonyítása, hogy a római gyülekezettől elszakadt vallások igazak és Isten előtt kedvesek nem lehetnek. Második könyv, az egyház krisztusi eredete, továbbá derék bizonyságokkal állította a római pápa tekintélyét. A harmadik könyvben pedig egyéb vitatott kérdésekről volt szó. És hát nagyon fontos, hogy ő ugye a protestánsok ellen szentírással érvel, tehát bámulatosan ismerte a szentírást, de nem csak azt, hanem több mint 200 kortárs műből idéz, néha szó szerint is hosszan. Tehát rendkívül nagy intelligencia, éles logikája, kitűnő vitatkozó képessége volt, úgyhogy erre a kalauzra nem is tudtak mit válaszolni az ellenfelei, inkább fogták magukat, latinra lefordították az egészet, és elküldték Wittenbergbe, hogy a nagy protestáns okosok valamit válaszoljanak rá. 10 évig nem jött rá válasz, utána jött egy válasz, de Pázmány természetesen azonnal a cáfolat cáfolatát is elkészítette, tehát nem hagyta megválaszolatlanul egyetlen egy érvét sem az ellenfeleinek. Élete végéig kiadta a prédikációit, aztán ugye lefordította Kempis Tamás Krisztus követését, híres az ő keresztény imádságos könyve, és hát nem véletlenül nevezték őt magyar bíboros cicerónak. Egyébként hát az ő munkásságán fölbuzdulva aztán mások is megindulnak, például a katolikus Káldi György jezsuita ugye lefordítja a Szentírást, és ez a számunkra ismerős legrégebbi ugye teljes magyar biblia fordítás. Kár, hogy nem szorgalmazzuk és terjesztjük annyira, mint a protestánsok a Károlyi féle fordítást. Egyébként azt kevesen tudják, hogy ugye Pázmány Péter mielőtt bíboros lett volna, és esztergomi érsek, ugye, hogy nagy akadálya volt ennek az, hogy ő jezsuita. Tudni, a jezsuitáknak van egy fogadalmuk, legalábbis volt akkoriban, hogy nem vállalnak püspöki feladatot, püspöki szolgálatot az egyházban. A jezsuita feladata, hogy támogassa a pápát meg a püspököt, nem az, hogy ő legyen az. Ugye, tehát ez volt az eredeti elképzelés, tehát jezsuita eleve nem lehetett püspök. Ahhoz, hogy püspök lehessen, neki át kellett lépnie egy másik rendbe,
amit úgy hívnak, hogy szomaszkaiak rendje, amit Emiliáni Szent Jeromos alapított, és a szegény gyerekek gondozása volt a feladata. Ez egy nagyon kis, ma is létező rend, nem annyira jelentős, de kevesen tudják, hogy ő valójában szomaszkai szerzetesként lett, ugye, esztergomi érsek emiatt, de szívében, lelkében mindig jezsuita maradt, úgyhogy azért efelől kétségünk nincsen. Na most ugye mégis főpapként azért mit művelt? Hát a célja az volt, hogy papnevelés, minél több képzett buzgó papot adni, minél több világi értelmiséget adni az egyháznak. Mert ugye ez az, amivel tudunk ugye parírozni a protestánsok műveltségének is, lelke, és hát buzgóságának. Érseksége jövedelmének 2/3 tanulókra és iskolákra fordította. 1623-ban Bécsben megalapítja a Pázmáneumot, ami a mai napig létező szeminárium, és ott a bécsi egyetemen tanulhatnak a papnövendékek. Ezen ugye 12 év alatt ez a Pázmáneum 63 magasan képzett papot küldött Magyarországra. Nagyon sok áldással járt ez az intézmény. Jezsuita kollégiumokat létesítettek. Ismét ugye megújult a nagyszombati, pozsonyi, soproni, homonai, szatmári kollégium. A szegény nemesi ifjak számára Nagyszombatban külön nevelőintézet volt, ugye kollégiummal, és külön ösztöndíjjal a Burza Sancti Alberti Szent Albert ösztöndíja, Adalbert ösztöndíja címmel ugye. Tehát a szegények támogatása is ott volt. Meg lehetővé tette, hogy a nagyszombati szeminárium más egyházmegyékből is befogadjon papnövendékeket. De talán a legnagyobb és a mai napig ható műve az volt, amikor 1635-ben Nagyszombatban megalapította az egyetemet, ami ugye később Pázmány Péter tudományegyetemként működött, és ma pedig Eötvös Loránd, ugye tudományegyetem. Tehát a mai ELTE-nek az alapítója valójában ugye Pázmány Péter is Nagyszombatban volt az eredeti. Ennek ugye eredetileg hittudományi és bölcsészeti kara volt, és ugye először a bölcsészeti kar következett 3 éven keresztül, és itt ugye tanították a logikát, fizikát, matematikát, erkölcstant és metafizikát. Tehát érdekes, hogy a fizika és a matematika az ebben a korban még nem annyira a természettudomány, hanem inkább a bölcsészethez tartozik. Hát azért van benne sok filozófia is, ugye, alapvetően. No, és akkor a tridenti zsinat által előírt tartományi egyházmegyei zsinatok, ugye megint csak megköveteli a papjaitól, a püspököktől, hogy állandóan a hívek között tartózkodjanak, tanítsák ugye a híveiket, szigorúan tartsák be a nőtlenséget, és mindezt ellenőrizzék a főesperesek, akik rendszeresen vizitálják a plébániákat. Ugye a papok gyűjtsék össze a hiányos tudás, a főesperesek gyűjtsék össze a hiányos tudású papokat, és oktatásban, továbbképzésben részesítsék őket. Egyébként a Pázmány nevéhez fűződik a magyar egyház áttérése az esztergomi ritusról, a középkori magyar liturgiáról, a tridenti liturgiára is, a római liturgiára. Ennek azt mondják, hogy egyik fő oka gazdasági volt, hogy ugye nagyon sokba került a misekönyveknek a nyomtatása, terjesztése. A tridenti könyveket pedig olcsó, nagy tételben lehetett rendelni Rómából, és hát így a praktikum győzött, ugye. Hát, mint jezsuita, azért nem volt Pázmány olyan nagyon liturgikus irányultságú, tehát gyakorlatilag nem számított neki olyan nagyon a magyar rítusnak a megőrzése, viszont a szentségek és a szentelmények számára kiadta az esztergomi szertartás könyvet, a Rituales Trigoniensét. A mai napig ugye elvileg ezt használjuk Magyarországon, a régi rítusban. Na aztán ugye, hát hatalmas tömegeket térített vissza a katolikus egyház soraiba, főleg ugye nemes családokat. Aponyi, Bánfi, Battyány, Csáki, Eszterházi, Forgács, Homonai, Illésházi, Károlyi, Nádasdi, Rákóczi, Durzó, Veselényi, Zrínyi és a jobbágyaik tízezrei ugye mind visszatértek a katolikus egyház kevelére. Úgyhogy hát azt lehet mondani valóban, hogy Pázmány Péter egy protestáns országban született, és egy katolikus országban halt meg ennek a buzgó tevékenységének köszönhetően.